Mintegy 3000 egészségügyi dolgozó munkaviszonyát függesztették fel Franciaországban, mivel nem voltak hajlandóak felvenni a koronavírus elleni védőoltást. A frontvonalban dolgozóknak a járvány negyedik hulláma miatt tették kötelezővé a vakcinát. 25 év után távozik kórházi állásából ez a párizsi nő. A munkaviszonyát azért függesztették fel, mert nem vette fel a koronavírus elleni védőoltást szeptember 15-ig. Felfüggesztettek, a mai naptól semmihez nincs jogom, csak a betegbiztosításra. Már nem ismernek el a pozíciómban, mondta volt kórházi titkár. A frontvonalban dolgozók kötelező oltását a koronavírus negyedik hulláma miatt rendelték el még júliusban, így az érintett csak nem 3 millió embernek több mint 2 hónapjuk volt arra, hogy felvegyék a vakcinát. Franciaországban szerdán összesen 3000 embert függesztettek fel az állásából az egészségügyi intézményekben, a szaktárca szerint azonban emiatt nem akadozik majd a kórházi ellátás. Felmerült azért, hogy tudnak-e működni az egészségügyi intézmények. A miniszter azt mondta, hogy igen, mert elsősorban adminisztratív munkakörökben dolgozókról van szó, orvosok, ápolóknak 90%-a már megkapta az oltást, miközben mind a két oltást, miközben a lakosságnak a 75%-a, tehát ahhoz képest ez jó arány. A járványadatok romlása miatt augusztus 1-től csak védettségi igazolással lehet belépni minden olyan helyre, ahol legalább 50 ember megfordulhat. Például a vendéglátóhelyeken vagy a tömegközlekedésen is kérik a dokumentumot. Emellett a maszkviselés is kötelező a zárt terekben 11 éves kor felett. A járványhelyzet javulásával a kormány már a lazításokról tárgyal az egészségügyi szakemberekkel. A tervek szerint leghamarabb 3 hét múlva enyhítenének, első körben az éttermekben és a kulturális intézményekben. A francia megyék nagyjából harmadában 100 000 lakosra már kevesebb, mint 50 fertőzött jut. Valószínűleg ezekben a térségekben lazítanak majd először.